Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról résztvevőket is. Én Cank Ferenc vagyok, mi vagyunk a PPA egyik 8-as szintű vezető házaspárja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek bennünk jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól és nemtől függetlenül. A PP előtti foglalkozásom tanulmányom szerint gépészmérnök, tehát annak végeztem, mára viszont a PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem, egyébként vállalkozóként tevékenykedem. Lépényben élünk, családi helyzetem nős. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai alapján páratlan kombinációba léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a bolygón, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi életminőségetekkel? Hogy alakult az életminőséged mondjuk az elmúlt másfél év során? Tehát javult-e? Vagy körülbelül ugyanolyan? Vagy esetleg romlott? Ki az, aki úgy érzi, hogy most kevesebb, ugyanabból a pénzből, amiből él, kevesebbet tud vásárolni? Ezt tegye fel a kezét. Oké. És mibe bízol ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy ez a világban jobb lesz, mert eddig mindig jobb lett, tehát volt nehézség, és akkor utána jobb lett. Tehát volt 2008-ban is egy válság, és akkor lehet, hogy most is azt gondolod, hogy ugyanúgy lesz, mint 2008 után, hogy majd kilábalunk belőle. Tehát az emberek jó része ezt gondolja, te hogy gondolod ezt? Gondold végig. Tehát egy érdekes világban élünk, tehát tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Tehát eléggé összetett ez a kérdés, de gyorsan összegzem ezt az összetettséget, jó? Tehát az összes fejlett országban, aki a második világháborúban érintett volt, ott most gond van mindenütt. Ugyanis a második világháborút követően mindenütt volt egy népesség robbanás nemzedéke. Nem mindenütt, csak a második világháborúban érintett országoknál. Tehát ugye ezért kellett ez a népesség robbanás, mert hát sok férfi meghalt. És az azt jelenti, hogy a háború végén, a háború
befejezését követően egészen 1959-60-ig nagyon sok gyerek született. Az azt jelenti, hogy akkor, abban az időszakban kezdték el gyakorlatilag a nyugdíjak folyosítását, tehát magát a kirovó, felosztó kirovó rendszerű nyugdíj működtetését, ami azt jelenti, hogy a begyűjtött bevételekből az állam adójárulékok kifizette a nyugdíjat. Ez nem volt gond, mert sokkal több bevétele volt az államnak, mint amennyi nyugdíjat ki kellett fizetni, mert kevés volt a nyugdíjas, sok volt a dolgozó. Tehát így indult az egész a háború után követően, és ez sokáig így is volt, ezzel különösebb probléma nem volt, viszont kezdett megváltozni a születési ráta, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb gyerek született a 60-as évektől, egyre több és több nyugdíjas lett, mert kitolódott például az átlagéletkor, de nem csak azért, hanem mert egyre több olyan munkahely lett, amely révén nyugdíjba kaphatott az ember nyugdíjat, tehát amikor nyugdíjba vonult. Tehát ugye régen, az 1800-as években, 1900-as évek első felében a munkahelyek nagy részében nem volt nyugdíjjárulék fizetés. A nyugdíjjárulékot azért fizetik az emberek, hogy utána legyenek nyugdíjuk. Tehát nem volt ilyen, de ugye egyre több olyan cég alkalmazott embereket, ahol nyugdíjjárulékot fizettek. Az állam kötelezővé tette a munkáltatók részére a nyugdíjjárulékot, nem csak itt Magyarországon, hanem mindenütt, ugye a II. Világháborúban érintett országoknál, és ezáltal elkezdték levonni a nyugdíjjárulékokat azért, hogy nyugdíjat lehessen majd fizetni. Csak ugye olyanok a nyugdíjrendszerek, hogy a nyugdíjak bizonyos országokban úgy vannak finanszírozva teljes egészében, mint például Magyarországon, hogy nem háromlábú a nyugdíjrendszer, hanem kétlábú. A háromlábú nyugdíjrendszer azt jelenti, hogy nyugdíjt kap a saját megtakarításaiból, tehát a magán megtakarításaiból, nyugdíjat kap az állami befizetett járulékuk utáni nyugdíjat, és nyugdíjat kap azután, amit a munkáltatók nyugdíjalapokba vagy nyugdíjpénztárakba, tehát ezt úgy hívták nálunk, hogy magán nyugdíjpénztárakba befizettek. De ugye magán nyugdíjpénztárak gyakorlatilag szinte már nincsenek. Szóval lényeg az, hogy de nyugaton vannak. Tehát nyugaton háromlábú a nyugdíjrendszer, de az azt jelenti, hogy maga a harmadik láb az önkéntes alapon előre takarékoskod, nyugdíj előtt takarékosság, azt vagy valaki fizeti, vagy valaki nem fizeti. Ezáltal ugye vagy valaki kap majd abból nyugdíjat, vagy nem kap nyugdíjat, mert nem fizette. Szóval lényeg az, hogy nyugdíjat nyugaton egy kicsit jobb a helyzet, mert két lábból biztos, hogy kapnak az emberek, ha csak nem jártak úgy esetleg, hogy mondjuk becsődöl az a nyugdíj alap, és ezáltal nem tud kifizetéseket eszközölni a befizetőknek. Jó, tehát lényeg az, hogy Magyarországon viszont jellemzően egylábú a nyugdíjrendszer, még nem is kettő, mert a legtöbb ember, amikor nyugdíjba vonul, csak az államilag felosztott ki, megkapott nyugdíjat kapja. De ugye tudni kell arról, hogy az állami nyugdíj, tehát a harmadik láb, tehát a három lábból az egyik, az állami nyugdíj, az nem úgy van,
ez mindenkinek tudnia kellene, sehol nincs így, hogy az állam befektetné neked. Tehát az állam nem fekteti be, hanem az állam beszedi a nyugdíjjárulékot, beszedi az adót, beszedi a járulékokat, és abból mondjuk a következő hónapban kifizeti a nyugdíjakat. Meg persze egyéb más dolgokat is. Tehát az azt jelenti, hogy az állami nyugdíj nincs félretéve te számodra, hogyha majd elmész nyugdíjba, akkor majd ott neked kamatozott a pénzed, és hát majd nyugdíjas korodban felosztják azt az összeget, amit te megtakarítottál addig, ameddig járulékot fizettél. És ha mondjuk 40 éven keresztül fizettél járulékot, akkor 40 éven keresztül. Tehát nincs ilyen. A felosztó kirovó rendszernek az a lényege, hogy amit a dolgozó állampolgárok egyik hónapban befizetnek adót és járulékot, azt a következő hónapban kifizetik a nyugdíjasoknak, nyilván nem a teljes összeget, hanem bizonyos részét, főleg ugye régebben kisebb részét, manapság egy elég jelentős részét kifizetik a nyugdíjasoknak, és ez mindenhol így van, Svédországtól egészen, mit tudom én mondjuk, vagy Finnországtól, az oroszokon keresztül, egész Európa, Japán, Egyesült Államok, Kanada, mindenütt így van. Tehát az állami nyugdíj így van finanszírozva. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az állami nyugdíj az úgy van, hogy ő befizette, neki az jár, mert ugye ő hát mennyi időn keresztül takarékoskodhatott neki az állam. Az állam semmit nem takarékoskodott, sehol. Jó? Tehát az állami nyugdíj mindenütt, a világon mindenütt felosztó, kirovó rendszer alapján működik. Mindenütt. Oké? Lehet még kétféle nyugdíj, ami nem felosztó, kirovó rendszer alapján, hanem megtakarítás és befektetés alapján működik. Ez a magánnyugdíjpénztár, vagy nyugdíjalapok, úgy hívják nyugaton, vagy pedig az önmaguk, az állampolgárok önmaguk megtakarításai, amit nyugdíj célra megtakarítanak. Oké? Például az is egy nyugdíj célú megtakarítás, hogy vesz valaki egy ingatlant, és nyugdíjas korában az ingatlan bérbeadásából, mit tudom én, olyan, mintha nyugdíjat kapna. Tehát bevételhez jut. Világos ez? Tehát ez is egy nyugdíj takarékossági forma gyakorlatilag. Szóval csak tisztázzam ezt a kérdést utána, mert ebből fakad az összes probléma. Abból fakad az összes probléma, hogy régen sok volt a járulékfizető, adófizető az állam felé, és kevés volt a nyugdíjkifizetés. Most ez megfordult. Viszonylag kevés az adó és járulékfizető, és sok a nyugdíjas. Oké? Tehát nyilván nem olyan mértékben fordult meg, mint amilyen mértékben kezdetben ez elindult, hogy rengeteg dolgozó volt, és alig volt nyugdíjas. Hát most nem ez van, hogy nagyon kevés a befizető, és nagyon sok a nyugdíjas, nem erről van szó, hanem körülbelül annyi a befizető, amennyi a nyugdíjas. És nem csak itt, hanem az összes második világháborúban érintett országban. Ez a probléma. Hogy próbálják ezt orvosolni az országok? Úgyhogy próbálják megemelni a nyugdíjkorhatárt. Így kezdődtek Franciaországban most a tüntetések. Jó, tehát kitolni minél tovább, hogy minél később kelljen az államnak nyugdíjat fizetni. Oké? De nem megoldás, ugye az államnak az a jó, hogyha te nem éred meg a nyugdíjkorhatárt. Nem vicc, komolyan. Mert akkor nem kell neked fizetni, és az állami nyugdíjat nem veszi föl a hozzátartozó. Oké? Az nem örökölhető. Tehát, hogyha te meghalsz, nem éred meg a nyugdíjat, akkor ez a lóvé benn marad az államnál. Oké? Illetve másra használja föl. Nem marad benn, másra használja föl. Na most, ha megnézzük az arányokat, akkor könnyen rájöhetsz, hogy egy dolgozó befizetései, állami befizetései, az gyakorlatilag nincs annyi,
tehát egy átlag dolgozó átlag befizetése nincs annyi, mint egy átlag nyugdíj. Már. Képzeljétek el. Tehát az állam, képzeld el, többet kifizet nyugdíjra, mint amit adóban és járulékban beszed. Jó, az államnak vannak más bevétele is, mert van áfa, oké, akkor vannak ilyen jövedéki adók, meg van egy-két állami tulajdon, amiből bevétele van, de jellemzően gyakorlatilag ennyi az állami bevétel. De az államnak ugye nem csak ennyit kell finanszírozni, az államnak finanszírozni kell a utak minőségét, az államnak finanszírozni kell az egészségügyet, stb. Stb. A segélyeket, egyéb dolgokat. Tehát van egy csomó dolog, amit az állam finanszíroz. Na most az összes második világháborúban érintett ország úgy finanszírozza a nyugdíjakat és az állami kiadásokat, hogy mindig többet költ, mint amennyi bejön nekik. Minden évben többet költenek az államok, mint amennyi bevételük van. Minden évben 2, 3, 4, 5, 6, 7, akárhány százalékkal többet költenek, mint amennyi bevételük van. És szerinted honnan szerzik be mégis azt az összeget, ami által ki kell fizetni a kiadásokat? Hitelből. Hitelből. És ez elindult a 70-es években már, az országok eladósodása, és azóta folyamatosan nő az országok eladósodása. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy a 70-es évek vége felé fordult meg a demográfia. Tehát ami azt jelenti, hogy odáig tudták az államok simán finanszírozni az állami kiadásokat, és a 70-es évek végétől már szűkösen tudják finanszírozni, és egyre szűkösebben tudják finanszírozni. De ezt próbálták kitalálni, hogy akkor be kell migránsokat engedni az országba, hogy majd azok lesznek az adófizetők. És ugye lassacskán talán rájönnek arra, hogy a migránsok nem azért jönnek ide, hogy ők dolgozzanak és adót fizessenek, hanem azért, hogy fölvegyék a segélyeket. Tehát magyarul a migránsok még több állami kiadást okoznak az államnak, ahelyett, hogy bevételt okoznának. Tehát hogyha okosan gondolkodtak volna mondjuk a migrációt segítő országok, akkor azt mondták volna, hogy jöjjenek be az ázsiaiak, mert azok legalább dolgosak. Oké? Okay? Tehát azokat kellett volna behívni, és nem a barnákat, meg nem a feketéket, mert azok nem azért jöttek, hogy dolgozzanak. Tisztelet nyilván a kivételeknek. Mert biztos, hogy van egy-kettő köztük, pár százalék köztük, aki dolgozik, de a nagy része, mint kiderült, az nem akar dolgozni. Szóval lényeg az, hogy emiatt, hogy az országok eladósodtak, emiatt nagy gond van. Mert az országok nem tudják finanszírozni kellőképpen az adósságot. És újabb és az adósságot is adósságból finanszírozzák, tehát hitelből finanszírozzák. Ez azt jelenti, hogy brutális adósságokat halmoztak fel az országok, és ha most azt mondanák a kormányok, hogy bevallanák ezt őszintén, hogy nem tudjuk finanszírozni a nyugdíjakat, meg az egészségügyi ellátást, meg stb. Vissza kell belőle venni, például a nyugdíjat le kell felezni, stb. Gondold végig, mekkora lázadás lenne. Na most, ezáltal, hogy ne ez legyen, fogták, ki kell találni mindent, hogy a népharagot azt ne a kormányra zúdítsák, hanem valami olyan dologra, ami ilyen nesze semmi fog meg jól. Oké? Ami nem kézzel fogható. Na és mik ezek, amik nem kézzel foghatók? Hát mondjuk a Covid. Oké? Az egy műbalhé volt, influenza. Gyakorlatilag ugyanolyan influenza, mint eddig, ugyanolyan halálozási rátával, hidd el. Tehát semmivel nem volt rosszabb a Covid idő alatt a halálozási ráta,
mint előtte, amikor influenza volt. Nem vetted észre, hogy az influenza megszűnt a Covid alatt? Aki előtte évben még volt influenza, évtizedeken keresztül minden évben volt influenza, és mikor bejött a Covid, nem volt influenza, csak Covid. Ami azt jelenti, hogy az összes influenzás megbetegedést átneveztek Covidnak. Oké? Mindent. És gyakorlatilag nem volt veszélyesebb, mint bármilyen más influenza járvány, mert nem volt több haláleset, mint bármilyen más influenza járványkor. És ez azt jelenti, hogy de viszont nagyon jó indok volt arra, hogy az emberek ne a kormányokra haragudjanak a válság miatt, a gazdasági válság miatt, hanem a Covidra. Szóval ebben mit lehetett tenni? Semmit. Akkor itt vannak a másik dolog. Ugye lett egy háború, a háborúból a nem résztvevő országok mindig hasznot húztak. Oké? Tehát bármilyen háború volt a világban, akik nem voltak résztvevők abban a háborúban, sőt még az is előfordult például az Amerikai Egyesült Államok esetén, hogy ő minden háborúból hasznot húzott. Még abból is, amiben benne volt. Jó? De általában az országok, akik benne vannak egy háborúban, azok nem húznak belőle hasznot, majd a háború után lehet, hogy húznak belőle hasznot az újjáépítésből, de addig még a háború folyik, nem. De viszont azok az országok, akik nem vettek részt benne, azok ha tudnak hasznot húzni. Miért? Mert vagy az egyik, vagy a másik oldal támogatják, vagy mind a kettőt, és abból lóvé van. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy amikor arra hivatkoznak, hogy azért van nehézség, mert háború van, ez úgy, ahogy van, hazugság. Jó? Tehát ez úgy, ahogy van, hazugság. Direkt azért csinálták a hogy hívjákokat és ezeket az oroszok elleni szankciókat, ez egy látszat. Hogy utána lehessen arra hivatkozni a lakosság felé, hogy a szankciók miatt vannak nehézségek. Oké? És ez igazából valóság is, mert most drágában vesszük a gázt, a kőolajat, ugye azok, akik előtte az oroszoktól vették. Nyilván ha az oroszoktól veszik, még akkor nem, de ha másoktól veszik, akkor drágábban veszik a nyersanyagokat, az alapanyagokat, stb. Stb. Az orosz, a más országoktól, mint az oroszoktól előtte. Tehát azok az országok, akik az oroszoktól vásárolnak, akármilyen hihetetlen, ugyanannyiért veszik a különböző anyagokat az országoktól, mint a háború előtt. Oké? Na most ezáltal gyönyörűen a háborúra rá lehet fogni a gazdasági válságot, és nem azt mondják, hogy kedves drága lakosság, itt vagyunk mi, ezzel a felosztó kirobó rendszerrel elbasztuk a nyugdíjrendszert. Nem ezt mondják. Oké? De gondold végig, emlékezz arra, hogy volt egy összödi beszéd, ahol kimondta ezt a szót, ugye a Gyurcsány, hogy elkurtuk, nem is azt mondta, hogy elbasztuk, elkurtuk, és utána mekkora lázadás lett belőle. Érted? Na most, de ez ugyanígy lenne a világon mindenütt. A kormányok bevallják, hogy elszúrtak dolgokat, akkor a nép föllázad. Érted? És hogy ne legyenek lázadások, ezért ilyen látszat dolgokra fogják a válságot. Érted? Tehát egy kicsit is valaki tanulmányozta a történelmet, egy kicsit is, és nem a nagyon régi történelmet, hanem a múlt század történelmét, akkor könnyen rájön arra, hogy ez a háború kérdés, ez hasznot hoz azoknak az országoknak, akik nincsenek benne. Érted? És akkor most ez hogy van? Nem vagyunk benne a háborúban, és mégis minden országnak itt Európában rosszul megy. Hát akkor ugye, ha ezt átlátnák az emberek, akkor azt mondanák, hogy akkor itt a kormányok valami brutál rosszat csinálnak itt az EU-ban. Tehát magyarul,
miért nincs belőle hasznunk a háborúból? Miért kárunk van a háborúból? Miért kell segélyezni egy háborút? Sehol nem segélyezték. Nem volt segélyezés, érted? Hanem üzleti alap volt, ami azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk, ha az oroszoknak, az amerikaiak adtak támogatást, akkor az oroszoknak azt utólag vissza kellett fizetni. Érted? Nem volt puszi. Hogy majd puszira adunk dolgokat. Tehát gondold végig, tőkés országokról van szó. Ha tanultál történelmet, akkor a tőkés bármit kizárólag haszonért csinál. Bármit kizárólag haszon. Mi is tőkés ország vagyunk, az USA is, az EU összes országa tőkés ország. Oké? Az azt jelenti, hogy haszonelvű a gazdaság, teljes egészében haszonelvű. A szocializmusban nem így volt, ott nem haszonelvű volt a gazdaság. Haszonelvű a gazdaság, tehát minden vállalkozás haszonért dolgozik. Az állam is, amiben tulajdona van, abból ő hasznot akar. Tehát a tőkés társadalom arról szól, hogy minden, ami munka, az haszonnal járjon. Világos? Tehát ez azt jelenti, hogy nem adnak csak úgy segélyt a tőkések. Hol adtak bármikor is segélyt? Volt olyan, hogy Marshall segély a második világháborút követően a nyugati országoknak, de a háttérben azt vissza kellett fizetni. Most gondold végig, mit tudom én, a két német autógyárat is amerikai tulajdonba került. Milyen két német? Például az Opel, az General Motors tulajdonba került. Hát a Ford, meg mit tudom én, azt meg tudjuk, hogy amerikai tulajdonos. Tehát ez mit tudom én, előtte milyen autógyár volt, a fene tudja. Érted? De Ford lett. Tehát ami azt jelenti, hogy az állam csinál olyat, hogy mit tudom én, ad segélyt, oké, és cserébe azt mondja, hogy jó, a gazdaságba bemennek az én tőkéseim. Nem tudom, világos-e. És ezt csinálták az amerikaiak egész Európával. Oké? Tehát az Amerikai Egyesült Államok a háború után Európával. A második világháború után Európával. Kapjátok a Marshall segélyt, nyilván Nyugat-Európáról van szó. Mi visszautasítottuk a Marshall segélyt, nyilván az oroszok miatt. Ami azt jelenti, hogy megkapja a Nyugat-Európa Marshall segélyt, ezért cserébe átadtok cégeket. Oké? És mi átveszünk cégeket. És mi fogjuk a gazdaságot ott működtetni. És nem ti. Világos ez? Tehát magyarul látszatra nem kellett visszafizetni a Marshall segélyt. Most is így adják elvileg a segélyt Ukrajnába. Oké? De ugye nagyon érdekes, hogy ki adja. Nem Magyarország adja, nem Dánia adja, meg stb. Érted? Hanem az EU adja. Na most, ez azt jelenti, hogy az EU az nem egy ország. Érted? Az egy közösség. Ami azt jelenti, hogy vajon amikor adják a segélyt, és megtárgyalják mondjuk Zelenszkijjel, hogy a segélyért mit ad át az ország gazdaságából, hova települhetnek be majd nyugati cégek, akkor vajon hány mondjuk magyar cég települhet majd be? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy egy tőkés társadalomban a tőkések segélyeznek bármilyen országot úgy puszi alapon, akkor te olyan tudatlan vagy, hogy ihaj. Érted? Nincs ilyen. Álomvilágban élsz. Tehát ők úgy adnak segélyt, hogy azért cserébe ez meg ez meg ez meg ez átkerül a tulajdonunkba.
Világos ez? Csak itt ugye az a gond, hogy még nem tudni, ki győz. Hát nem az ukránok fognak. Ezt előre mondom. Jó? Na most, ez azt jelenti, hogy minél nagyobb területet megszállnak mondjuk az oroszok, akkor bukta lesz a segély. Érted? Tehát bukta lesz. Tehát most gondold végig, ott volt Németország. Németország a Hitler alatt egy óriási fejlődést ért el a semmiből. A semmiből hogy lehet fejlődést elérni? Semmiből nem lehet fejlődést elérni. Nem tanították, de ha utána nézel ennek a történelmi ténynek, hogy Amerikából, és elsősorban a Rockefeller bankokból óriási támogatást kapott a német náci párt. Óriási pénzeket. És Németország. Oké? Na most, az amerikaiak, tehát támogatták a németeket is, de az oroszokat is. Hú, de érdekes. Az oroszokat is támogatták. Ez komoly, nézz utána. De nem puszira, hanem annak cserébe, hogy vissza kell majd fizetni. Oké? Vagy bevonulhatunk, mint gazdasági szereplők az országba. Oké? És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem volt olyan történelemben, tőkés világ óta, nem volt olyan, hogy egy segélynek ne legyen ellentétele. És mondok példát. A Lánchíd. Tanultuk, hogy Széchenyi építette föl. Igen, de volt kapu. És aki át akart menni rajta, annak fizetnie kellett. Pedig ezt tanultuk is, csak nem emlékszel rá. Oké? Tehát nem az ország két szép személye csinálta. Oké? Hanem azért, mert ez neki jó kis bevételt tudott hozni. Világos ez? És ez így működik. A tőkések, azok azért tőkések, mert tőkéseknek hívják őket. Mert az azt jelenti, hogy a tőkésnek haszon kell. Érted? Nincs puszira adunk valamit. Nincs ilyen. Felejtsd el. Oké? Tehát ők nem herdálják a vagyonukat. Szóval érdekes világban élünk, ha jobban megnézitek. Nem? Csak az emberek nem nagyon tudják ezeket a dolgokat. És lényeg az, hogy először, tudjátok mikor hallottam ennek a népességrobbanás nemzedékének, ennek a nyugdíjrendszernek a problematikáját? 94-ben tanultam először erről. 94-ben. 94 nyarán. Hogy ez a jövőben milyen nagy problémát fog okozni. Abban az évben még létre is hoztam egy nyugdíjpénztárt, önkéntes nyugdíjpénztárt. Ennek a problémának a ellentételezésére, megoldására. Érted? Mert megoldás lett volna. Aztán elvették tőlem azt a nyugdíjpénztárt, mert túl jól működtünk. De tényleg, a legnagyobbak lettünk. Na szóval, lényeg az, hogy akkor tanultam már először, utána tanítottam is, beszéltem is erről a dolgokról, és eljött ez az idő. Amikor ezt ki, ugye beszélt, tanították akkor, tanítottam, hogy ki fog ez csúcsosodni, és ez kicsúcsosodott. Azt nem gondoltam, hogy
majd elterélik a figyelmet mindenféle más hülyeségre, kitalálnak dolgokat, és hogy a figyelmet oda leessen a lakosság. Bár sejthettem volna, mert ez ugye jó politika, hogy az ember ne arra haragudjon, amire tényleg lehet haragudni, hanem olyanra, amire hiába haragszol. Érted? Hát most lehet azt mondani, hogy milyen szar, hogy háború van, mert emiatt rosszabb az életszínvonal a legtöbb embernek, de nem emiatt rosszabb az életszínvonal a legtöbb embernek. Világos ez? Ez ennyi. Jó? Na most, akkor befektetési gondok is vannak a világban. Ami azt jelenti, hogy ez a második láb, a nyugati második láb, ez a magánnyugdíj rendszer, tehát a nyugdíj alapok, ahol az embereknek a munkáltatója fizet a nyugdíj alapokba, és utána, amikor elmegy nyugdíjba, annak a kamatos kamatával gyarapodott összeget szépen felosztják neki, és az örökölhető természetesen. Na most, de ott is eljött az az idő, hogy a nyugdíj alapokból több pénzt vesznek ki az emberek, mint amennyit beraknak most az újak. Basszus kulcs. Tehát azt tudjátok, hogy ha a gazdaságban több pénzt kell kifizetni, mint amennyi bevétel befolyik, akkor az gazdasági problémát okoz. Oké? Na ez a másik probléma, ezt is tanultuk 94-ben, vagy tanultam 94-ben, hogy ez nagy problémát fog okozni a jövőben. Itt vagyunk. Oké? Na most, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egyetlen gazdasági szakember sem tud erre megoldást a világban. Ez a probléma, tudod? Nincs megoldás. Azt próbálják megoldásnak, hogy minél jobban toljuk ki, hát ha addigra meghalnak, és nem kell nyugdíjat fizetni. Ez a megoldás, de ez nem megoldás. Na most, megmondom őszintén, ez, hogy így van ez az egész, ez nekünk baromi jó. Az embereknek nem, de nekünk, mint szervezet jó. Oké. Hála Istennek, 94 óta olyan dolgokkal foglalkozunk, ami ha gazdasági probléma van az országban, vagy az EU-ban, vagy akármiben, érted? Az nekünk jó. Ilyen dolgokkal foglalkozunk. Érted? Másoknak nem jó, nekünk jó. Mi a Covid alatt többet nőttünk, mint bármikor. Érted? Sosem nőttünk akkorát, mint a Covid alatt. Mint szervezet. Tehát miért jó? Mert azoknak az embereknek, akik nyitottak a megoldásra, nem csak sírni tud a szájuk, oké? Azoknak tudunk adni megoldást. Akiknek sírni tudnak, azoknak nem tudunk adni megoldást. Oké? Azok hadd sírjanak. Tehát az EU-n belül, az egész EU-n belül már a középréteg alját, tehát a középréteg, tehát a lakosság középrétegének, mit jelent az alja, hogy a középrétegben a legkevesebb jövedelemmel rendelkezők már kiestek és lejjebb csúsztak egyel. Már nem a középrétegbe tartoznak. Oké? Most az a középréteg kezd majd szépen lecsúszni, aki eddig még nem csúszott le a középrétegből. Jó? Tehát azok, akik a középréteg közepén tartózkodtak, középső tartományában. Utána jön majd valószínűleg a középréteg felső része. Oké? Tehát gyakorlatilag
az összes régi gazdasági tanulmány, amelyik ebben foglalkozott, ezzel a jelennel, ami van a múltban, tehát akkor a jövővel foglalkoztak, mind elmondta azt, hogy gyakorlatilag olyan, hogy középréteg nem lesz. Sose volt olyan, hogy középréteg a történelem során. Voltak a jómódúak, meg voltak a szegények. Oké? Mióta van középréteg? Hát a háborútól, második világháborút követően. Addig nem volt. Nem volt középréteg. Tehát mit tudom én, a nagyszüleimnek volt 21 holdjuk, földet műveltek, meg állatot tartottak, de nem tartoztak a középrétegbe. Érted? Az még a szegény réteg, volt 8 gyerek, még a szegény réteghez tartozott. Érted? Tehát az tartozott a középrétekhez a múltban, akit úgy hívtak, hogy kulák. Nem földes úr, kulák. Tehát a kulák volt a középrétek. Világos ez? Jó? Tehát azok nem voltak nagyon gazdagok, csak a lakosság nagy részénél gazdagabbak voltak. Tehát ilyen kisbirtokosok, érted? Tehát kisbirtokosok voltak a kulákok. És voltak a nagybirtokosok. És ez a világ kezd e felé menni. Ez van. Tehát jó, ha tudod, hogy az összes háborúban érintett, második világháborúban érintett országban az életszínvonal államilag finanszírozva van a hitelekből. És amint nem tudja az állam finanszírozni, már elkezdte nem tudni az állam finanszírozni a hitelekből, illetve finanszírozni, nem is a hitelekből, nem tudja finanszírozni az életszínvonalát a lakosságnak, a lakosság nagy része le fog csúszni. Oké? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kevesebb állami kiadás, több elvonás, több állami elvonás. Oké? Ez pont ezt jelenti. Tehát, hogy egyre magasabb állami kiadások, amit az államnak ki kell fizetni, és egyre ennek alapján egyre több és több bevételt kell létrehoznia, tehát több elvonást kell csinálnia a lakosságtól. Tehát ki a lakosság? A kisvállalkozók, de nem elsősorban ők, hanem az alkalmazottak. Így van. Tehát a lakosság nagyon nagy része az alkalmazott, és másodszorban kisvállalkozó. Tehát még középvállalkozó sem. Mit jelent a középvállalkozás? A középvállalkozás azt jelenti, hogy havi szinten a bevételük az több millió forint. Oké? Tehát nem a bevétel, az azt jelenti, az a bevétel, hogy a család bevétele. Tehát a család bevétel az az adózás után. Oké? Tehát több millió forint bevétel. Tehát a forintban számoljuk. Oké? Most a magyarországi középrétegnek nincs több millió forint bevétele. Oké? Nincs annyi. De nyugaton sincs. Oké? Nyugaton sincs. Tehát az azt jelenti, hogy az adózás utáni, ami marad a családnál. Tehát, ha az ember középrétegbe akar maradni, el kell érni, hogy legyen több millió forint bevétele. Oké? Miért kell ugye jelentős bevétel? Hát mert mindenütt emelkednek az árak brutális módon. De elsősorban Magyarországon.
élenjárók vagyunk Európában az áremelkedések terén, és ezáltal az infláció terén még mindig élenjárók vagyunk. Ráadásul az is egy jó hír, hogy minden olyan országban, ahol alacsonyabb az életszínvonal, vagy csökken az életszínvonal, tehát akkor inkább fordítva mondom, a jómódú országokban, ahol az emberek jómódban élnek, tehát ugye magas a jövedelmük, ott nem akarnak még egy plusz saját vállalkozást. Érted? Tehát ott nem nyitnak még egy plusz saját vállalkozást, mert magas a jövedelmük, nem kell, nekem elég az a jövedelem, ami van, mondják ők. Minél szegényebb egy ország, tehát magyarul az életszínvonal a lakosságnak minél alacsonyabb, annál többen mondják azt, hogy hát nem tudok megélni abból az összegből úgy, ahogy szeretnék, igaz? Ezért kell egy vállalkozás. Oké? De az ember egy, hát én vállalkozó vagyok 87 óta. Tudjátok? 87 óta, számolt ki hány éve? Nem ma kezdtem a vállalkozást. Először ugye másodtevékenységben végeztem, meddig 6 évig, és 93-tól főtevékenységben. És 94-ben hoztam létre az első cégemet. Azóta 14 cégalapításban vettem részt tulajdonosként. Oké? Tehát 14 cégalapításban. 93 óta. Föl vannak sorolva, hogy milyen cégekben. Jó, tehát nekem a jegyzeteimben. Lényeg az, hogy mondom még egyszer, ott, ahol a lakosság szegényebb, hogy sokkal többen kénytelenek belekezdeni valami üzletbe. Ezáltal a vállalkozások aránya sokkal magasabb, tehát azokban az országokban, akik szegények. Oké? Minél gazdagabbak az országok, annál nagyobb az alkalmazottak aránya. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy az ember rákényszerül arra, hogy gondolkodjon és jövedelmet teremtsen. Mi pedig 93 óta, mióta az első cégemet létrehoztam, azzal foglalkozunk, hogy segítsük azokat az embereket, akik plusz jövedelmet akarnak. De minél jobbak voltak az embereknek a jövedelme, annál kevésbé akartak itt is Magyarországon vállalkozni. Minél rosszabb lesz az embereknek a jövedelme, tök jó, annál többen fognak vállalkozni. És én ugye megtapasztaltam azt, hogy egy átlagember miből tud kiemelkedni, tehát milyen üzlettel tud kiemelkedni az átlag közül. És gyakorlatilag semmilyen más üzleti lehetőség formával nem találkoztam, amiben olyan tömeges kiemelkedést lehetett elérni, mint abban a vállalkozó formában, amit mi is gyakorlunk. Csak a vállalkozási formáknál, amikor az ember nekiáll vállalkozni, akkor mindig az a kulcskérdés, tehát hogyha te bármit vállalkozol, lehet az egy kisbolt, mezőgazdaság vagy állattenyésztés, mindig egy a kulcskérdés, hogy azt, amit ott létrehozol, azt vajon megveszik-e? Mindig ez a kulcskérdés. És ha megveszik, mennyien veszik meg? Oké?
és természetesen mennyiért veszik meg. Tehát az a lényeg egy vállalkozásnál, minden vállalkozásnál, tök mindegy mivel foglalkozik, hogy mennyi bevételt tud létrehozni, főleg a kiadásaihoz képest. Oké? Tehát annál jobb egy vállalkozás, minél kisebb a kiadás, minél nagyobb a bevétel. Oké? De ahhoz, hogy elég nagy legyen a bevétel, hát ahhoz mindenütt bevételt kell létrehozni, tehát el kell adni azt, amit létrehozott az ember. Tehát hiába vagy te egy zseni, és hiába hozol létre zseniális dolgokat, ha a kutya se veszi meg tőled. Világos ez? Akkor az azt jelenti, hogy szegény leszel, mint a templom egere. Tehát nem attól függ a bevétel, hogy ki mennyire zseni, hanem attól függ, hogy azt, amit csinálsz, arra mekkora az igény. És ha egy olyan világban élünk, ahol az emberek egyre rosszabb és rosszabbul élnek, anyagi szempontból természetesen, de hát nem csak anyagi szempontból, hanem sajnos más szempontból is látjuk. Hiszen azért vannak itt életterületek, jócskán, ha megnézzük. Tehát itt vannak ezek a területek, amiben ugye az embernek boldogulnia kellene. És ha az ember nem boldogul, akkor az értelmesebb emberek akkor azt mondják, hogy valamit tenni kellene, hogy boldoguljak. Mert vannak olyan emberek, akik nem tenni akarnak, hanem pofázni. Hogy oldja meg az állam, meg oldják meg ezek, meg azok, meg amazok, érted? Meg hőzöngünk, hogy más oldja meg. Hogy ne, vannak ilyen emberek. Hát azok maradjanak is meg maguknak. Oké? De az értelmesebb az azt mondja, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy több legyen a bevételem. És ez nem az alkalmazotti lét. Oké? Hanem egy olyan vállalkozási forma, ami biztos. Magyarországon, ha megnézzük azt a típusú vállalkozási formát, amit csinálunk, mi vagyunk a legrégebbi magyar tulajdonú szervezet. Hoppá! Nincs nálunk régebbi. Akkor nézzük tovább. Azt a szolgáltatást, amit, tehát a nem szolgáltatás, bocsánat, a szolgáltatást, mert ugye két terület van. Van a szolgáltatás az ilyen típusú tevékenységekre. Szolgáltatások, és van a kereskedelem, tehát a termékek kereskedelme. Oké? Na most, a szolgáltatások terén Magyarországon, sőt, az összes cég közül mi vagyunk a legrégebbiek. Oké? Akik ilyen módon foglalkoznak magával a szolgáltatásokkal. Érted? Tehát volt eddig négy szolgáltatásunk, négy, és mind a négyben sikerült piacvezetői pozíciót elérni. Senki nem csinálta ezt meg rajtunk kívül. Senki. Érted? Mondom, és a szolgáltatások terén, tehát bármilyen szolgáltatást figyelembe véve a nyugati cégeket is, a magyar cégeket is, mi vagyunk a legrégebbi ilyen szervezet. Oké? Na most, ezt gondold végig, akkor csak tudok valamit. Mert mindig én voltam a vezetője. Tehát ami azt jelenti, hogy el
erre az időszakra vártam, ami most van, nem vicc, ez a mi időszakunk, tök jó. Miért? Na, mert nézzük meg, mit nyújtunk az embereknek, jó? Tehát ez, tudod, milyen dolog, mint amikor valaki belesik a kútba, és akkor az egyik, mondjuk két ember belesik a kútba, különböző kutakba, csak összehasonlításként, és az egyik ordibál, hogy kihúzzák, a másik meg beletörődik, hogy beleesett. Na most egy ilyen világ jött, hogy lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy segíts, és lesznek olyan emberek, akik beletörődnek és meghalnak, mert aki beletörődik a kútba esésbe, az meghal, érted? Tehát nyilván azokat az embereket fogjuk keresni, akik szeretnének jobban élni. De milyen módon lehet jobban élni? Tehát megnézitek, megint egy nagyon jó dolog, ez is a mi malmunkra hajtsa az a vizet. Általános népelbutulás van. Hát ha megnézzük a lakosságot, akkor azt látjuk, hogy egyre nagyobb mértékben butul el a lakosság. Hát ezt bebizonyították az elmúlt 3-4 évben, érted, hogy mennyire elbutultak. Tehát olyan szintű elbutulás van, hogy ihaj, nekünk ez a jó, minél jobban elbutulnak, annál többen azt mondják, hogy elég volt, nem akarok elbutulni jobban. Miért? Nézzük meg, mivel foglalkozunk. Jó, röviden. Azzal foglalkozunk, hogy egyedülálló képzéseket tartunk. Hogy az emberek fejlődhessenek szellemileg. Mert ha az emberek nem fejlődnek, akkor egy rosszabb világ lesz. És egy minél nagyobb az elbutulás, annál rosszabb világunk lesz. Tehát épp ez ellen kellene menni, hogy ne elbutulás legyen, hanem okosodás. De ha neked tetszik ez az elbutulás, akkor nem kell köztünk lenned. Ilyen egyszerű. Oké? És nem is keresünk téged még véletlenül se. Sőt, meggyőzni se akarunk arra, hogy ez neked hosszú távon nem lesz jó. Oké? Rendszeres képzéseink vannak hetente kétszer. Több mint 3 órában. Szerdán és vasárnap. Nem teljesen ugyanaz az időpont, a rendje ugyanaz. Szerdánként 6 órától 4-10-ig, vasárnaponként meg 5:30-tól 4-10-ig, 4-9-ig. Tehát a képzéseink igénybe vehetők. Élőben, helyszínen, élőben, interneten és felvételről. A képzések igénybe vehetők. Videón vagy rádión. Oké, tehát hangban. Ugyanúgy a felvétel is, meg az élőadás is. Milyen képzéseink vannak? Ami azt mutatja, kicsit elmozdítottam itt, mindjárt visszahozom, beugrott a, jó, tehát milyen képzéseink vannak? Mind olyan képzés, hogy tiszta és világos legyen, ami ezekre az életterületekre vonatkozik, oké? Tehát, hogy ezeken a területeken ne legyen olyan, hogy probléma számodra. Oké? Tehát ezeken az életterületeken, bármelyiken így tudjál boldogulni. Oké? Ennek a tudásnak a javát úgy állítottam össze, hogy kaptam az információt. Honnan? A teremtőmtől. Ebben te nem hiszel, teszek rá, hogy te hiszel vagy nem hiszel. Én meg tudom, hogy így van. Jó? Szóval,
Én azt is tudom, hogy miért kell ezt csinálnom, mert ezen a bolygón nem romolhat sokáig a rezgés. Mert az emberiség, ha tudatlanodik, tehát egyre tudatlanabb, akkor egyre alacsonyabb rezgésű, és ez útban van, ez a rezgés az univerzum ezer részén. Oké? És itt fel kell emelni a bolygó rezgését, az pedig avval lehet fölemelni, hogyha az emberek egyre tudatosabbak és tudatosabbak, és ezáltal egyre jobb rezgésűek. Oké? És azok, akik nem akarnak a rezgésükön emelni, azokat a fentiek úgyis ki fogják iktatni. Jó? Ezt csak úgy mondom. De most szükség van az elnyomásra, sajnos. Tehát szükség van azokra az elnyomókra, akik most éppen működnek azért, hogy az emberek észbe kapjanak. Mert a legtöbb ember, aki elindult a szellemi fejlődés útján, az előtte egy krízist élt meg. Jó? Tehát krízist kellett megélnie, hogy elinduljon a szellemi fejlődés útján. És most világviszonylatban okoznak krízist. Oké? Ami azt jelenti, hogy az embereknek meg kell élni a krízist. És ezt kik hozzák létre a kríziseket? Az elnyomók. Tehát még egyelőre az elnyomókra szükség van. Jó? Hogy a kríziseket megéljék az emberek. Aztán majd elválik, hogy ha valaki megél egy krízist, akkor feladja, vagy elkezd fejlődni. Oké? Tehát ugye a fejlődést azt is eredményezi, hogy te meg tud oldani a problémáidat. Világos ez? És hát az azt jelenti, hogy tömegeket kell, hogy érintse a tudás. Tömegeket. De ahhoz mi kell? El kell juttatni az emberekhez az információt, hogy van egy hely, ahol fejlődhetnek. Töretlenül. Vannak feltételi a fejlődésnek, ezek a feltételekkel itt rendelkezünk. Mások nem, csak hogy világos legyen. Jó? Tehát totál egyedülálló az a bolygón, amit csinálunk. Teljesen egyedülálló. Mondhatjuk azt, hogy ez egy találmány. Jó? Tehát az embereket tanítani kell, de el kell juttatni az információt, hogy van egy hely, ahol lehet tanulni. És ugye van egy tandíj. A tandíj az azt jelenti, hogy úgy van kikalkulálva, hogy bárki által, aki fejlődni, tanulni szeretne, az megfelelő összeg legyen. Tehát ne legyen nagyon magas. Nem tudom, tudod-e, hogy mondjuk a személyiségfejlesztő képzések, azok úgy általában a világban mennyibe kerülnek? Óránként. Hát ha te 4-5 ezer forintnál kevesebb személyiségfejlesztő díjat fizetsz óránként, akkor arra én kíváncsi lennék. Egy hely van itt nálunk. Nálunk egy óra képzés, az 420 forint. Érted? És az első hónap ettől kivétel 660 forint. Tehát bárki által megfizethető. 30 óra egy hónap, 19.700 forint a képzés ára, kedvezményesen, tehát akciósan, az értéke az 200.000 forint havonta. Tehát máshol ezeket a képzéseket körülbelül ennyiért kapnád meg. Ha lennének ilyen képzések. Jó? Akkor nézzük tovább. Tehát megfizethető. Na most, de ennek a potom összegnek is a 76%-a az kifizetésre kerül azok számára, akik ajánlják a tanulást másoknak. Világos ez? A legkisebb összeg, ami kifizetésre kerül, az 30%, és 30%-tól 76%-ig terjed. Ráadásul
Ugye van egy óriási előnye, amit csinálunk, hogy nem csak tanulókat szervezhetsz, hanem a tanulókból létrehozhatsz egy szervezői csapatot. Tehát csak azok szervezhetnek tanulókat, akik tanulók. Oké? Tehát akik nem tanulók, azok nem szervezhetnek tanulókat. Tehát azon belül, hogy tanulóid vannak, lehet tanulói szervezői csapatod. Tehát akik tovább ajánlják a tanulást másoknak, mondjuk az ő ismerőseiknek. És úgy van kitalálva a rendszer, ez egy rendszer, egy elszámolási rendszer. Havi zárásunk van, és minden hónap végén, tehát gyakorlatilag hónap után készül egy elszámolás, tehát a hónap zárását követő, utolsó nap 24 órát követő, mondjuk 2-3 napon belül történik egy zárás, és ki van számolva, hogy ki hány ember után kap jövedelmet, hány tanuló után kap jövedelmet, és ki hány tanuló után kap közvetett jövedelmet. Ami azt jelenti, hogy nem ő hozta a tanulót, hanem a tanulói hozták, vagy a tanulói tanulóinak a tanulói hozták. Oké? Tehát bárki, aki a csapatodba kerül, függ tőled kiindulva, alattad lévő emberek, ezt úgy szoktuk nevezni, azok után jutalékot tudsz kapni akkor, ha te is részt veszel a tanulói szervezésben. A legnagyobb ilyen szervezet vagyunk, ebbe is piacvezetők vagyunk. Tehát ha te azt gondolnád, hogy ez nem megy, akkor te óriási tévedésben élsz. Mert ugyanis itt vannak emberek, akik erre alapítottak vállalkozást, érted? És vannak olyan emberek, akik ebből élnek. Persze, ugye számít, hogy mennyi tanulót hozol, mert minél többet hozol, annál nagyobb lesz a tanulói csapat alattad, és annál több ember lehet alattad, aki tanul, mert minél több tanulód van, annál több olyan ember lesz, aki tovább ajánlja a tanulást. Oké? Na most, ezt úgy hívják, hogy ha bármilyen előítéled lenne ezzel kapcsolatban, akkor azt felejtsd el. Mert tehát ezt a rendszert, amiben csináljuk, ezt úgy hívják, hogy hálózatépítés. Oké? Azért felejtsd el, mert azok a cégek már rég eltűntek, amellyel kapcsolatban neked negatív előítéleted volt. Mi meg itt vagyunk, 93 óta. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy én nem találtam egy átlag ember számára nagyobb vagy jobb kiemelkedési lehetőséget, mint magát a hálózatépítést. Nincs. Tehát a világon az elmúlt időszakban, akik a középrétegbe felkerültek, vagy a középréteg fölé felkerültek, ha megnézzük a szakmákat, a legtöbben a bolygón hálózatépítésből érték el a szakmák közül. Ez nem vita kérdés, mert ez egy tény. Semmilyen szakmában nem lettek annyira, tehát nem lett annyi jómódú ember, mint a hálózatépítésből. De a hálózatépítés rengeteg termék, forgalmazó hálózatépítő cég van, kevesebb szolgáltatást közvetítő cég van. Mi szolgáltatást közvetítő cég vagyunk, hiszen a tanulás az egy szolgáltatás. Tehát azért csodálatos, amit csinálunk, mert akik itt rendszeresen tanulnak, azok fejlődnek. Fejlődik a személyiségük. Szó szerint. Az életben sokkal könnyebben boldogulnak. És 13 évet csináljuk ezt fő tevékenységben. Én ilyen képzéseket, ilyen típusú képzéseket 2010 óta tartok, 2010 óta, nem, bocsánat, 2000 óta tartok, tehát 2000 óta tartok, és egyébként embereket képzek, 90,
94 óta. 94 óta. Tehát olyan, csak úgy mutatnék belőle egy-két példát így befejezésként, jó? Van 25 nagy témánk, itt van a etikáról van szó, eredményes tanulás, akkor önismeret, vérmérséklet, hangulatjavítás, személyiségfejlesztés, elnyomás feloldás, önbizalomteremtés, szeretetteremtés, párkapcsolat, gyereknevelés, egészségteremtés, boldogságteremtés, célmegvalósítás, kommunikációs képzés, emberi bánásmód. A coach azt jelenti, hogy az egy szakma egyébként, és ugye bizonyítványt is, meg diplomát is kapnak ebben kapcsolatban az emberek. Hatékonyság, növekedéskócs, leszoktatókócs, pénzteremtés, nézzük tovább, szervezetvezetés, probléma megoldás, sikerteremtés, életszervezés, marketing, konfliktus feloldás. Jó, 25 nagy téma. Körforgásos alapon, egymás utáni témában. A mostani képzésünk az negyedik hónapja megy. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy 25 hónap alatt nem megy le a képzés. Tehát körülbelül 9 évnyi tudást adok át az embereknek. Oké? Tehát már 9 évnél tartunk. Jó? És miért kell ennyi képzés? A válasz itt van. Mutatom, jó? Hoppá, megint ellapoztam. Tehát a válasz itt van. Mert ugyanis nekem információm van arról, hogy ide be kell kerülni az emberiségnek, az embereknek. Akik lejönnek a földre, az mind azért jönnek le, mindnyájan azért jöttünk le, hogy visszakerülhessünk, tehát megéljük itt a földi létünket, és a földi lét viszontagságai közepette annyit fejlődjünk, hogy ide felfejlődhessünk. És utána visszakerülhessünk abba a létformába, amiből jöttünk. Oké? És azt a fajta világot kell létrehozni ezen a bolygón, hogy meg lehessen csinálni azt, hogy az emberek ide visszakerülhessenek, már pedig addig, míg elnyomás van, csak egy zárt kör tud max visszajutni a beteljesülés szintjén által a magasabb létformába. A magasabb létforma az az angyali létforma. Abból jöttél, oda kell visszakerülni. Oké? Tehát ma erről a kérdésről a bolygón nem igazán hiszem, hogy valaki többet tudna, hogy hogy is van ez és hogy működik ez. Tehát onnan odáig megkaptam az információkat, hogy hogy jött létre a világegyetemben az anyag és az élet. Érted? És akkor itt kutatják Svájcban, meg össze-vissza ott a föld alatt, érted, ezeket a dolgokat. Én meg tudom, hogy hogy jött létre. Érted? És akkor meg itt találgatnak. Jó, és nyilván erről már tartottam képzést. Szóval a lényeg az, hogy ez a fő célja az egésznek, hogy minél több ember visszakerülhessen abba a létformába, amiben jött, de ezt egyedül nem lehet megcsinálni, senki nem tudta a bolygón megcsinálni egyedül. Még Buddha sem, jó? Senki. Tehát mindenki egy közösség részt által tudta megcsinálni, vagy csatlakozott egy közösséghez, vagy létrehozott egy közösséget, mint például Buddha létrehozott egy közösséget, és akkor visszakerülhetett. Vagy például Jézus is létrehozott egy közösséget, Jézus nem úgy halt meg, mint ahogy tanultuk egyébként. Jó? Tehát nem itt tanultuk, hanem a Bibliában tanultuk. Jó? Nem úgy halt meg, meg ahogy így halljuk, hogy na most tudom én, keresztre feszítették, persze. Ja, így van. No, szóval lényeg az, hogy ő is létrehozott egy közösséget, és ezáltal ugye visszakerülhetett természetesen ő is. Meg hát ugye még más emberek is, meg azok, akik a közösségük része volt,
és fejlődtek is természetesen abban a közösségben, azok visszakerülhettek abba a létformába, amiből jöttek. De hát a legtöbb ember az nem kerül vissza, mert nem fejlődik, hanem inkarnálódik. És akkor benne van szépen abban a reinkarnációs körforgásban. Aztán el van azzal, hogy nem fejlődik. Na, úgy látszik, szerettek szenvedni. Erre csak ezt tudom mondani. Oké, pedig ugye itt a Földön a szenvedésnek az egyetlen egy ellentéte az a tudás, és ugye a másik ellentét, hogy odafönt nincs szenvedés. Oké? Tehát ott nincs szenvedés. Maradjunk ennyiben. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Ha úgy látod, hogy te neked itt a helyed, akkor várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy ez nem a te világod, akkor örültünk, hogy meghallgattál. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szerdesi Miklósnak ezt a tartalmas előadást. Ilyenkor mindig nehéz egy kicsit okosat mondani, okosabbat. Nem is, meg se akarom próbálni. Igazából ami megütötte, megragadta a fejemet, mert tudtam, hogy így van, csak most megragadta a fejembe a gondolatot, az, hogy a legjobb helyen vagyunk, és hogy most jött el a mi időnk. Ez azért gondoltam, erről fogok pár szót beszélni, ez azért érdekes számomra, mert ugye előzőleg mondtam, hogy párkapcsolatban élek, nős vagyok, van két szép lányunk, és amióta ismerjük egymást, keressük a kérdésekre a választ, és amióta ismerjük egymást, hát megjártuk úgymond a hadakutyát. Tehát most leszünk mennyi? Igen, 20 évesek. Már nem mint kor, hanem mint párkapcsolat. Gondolom, ezt mindenki kitalálta. És igen, házasságban, jövő hónapban. És hát megjártuk a hadakutyát. Ebbe volt minden, most éppen nem a 10 életterület van kint. Hát ha belegondolok, egyiket sem tudtam legalábbis így magamról beszélve jól kezelni. Volt ebbe a 20 évbe hitelprobléma, ami hozta magával a gyerekekkel való bánásmód problémáját, egymással való bánásmód problémáját, tehát magával rántotta az összes tiszteletet az a egy dolog, a hitel, és erre is kaptunk megoldást mesterünktől, meg arra is kaptunk megoldást, hogy hogyan lehet az összes másik 9 területet, ugye ez a hatóságok, vagy a pénz problémája, az összes többi területet is jól kezelni, plusz, ami még elhangzott most előadáson, hogy megkaptuk arra az estét, hogy kiemelkedjünk az átlag emberek életminőségéből, amire mi már mióta megismerkedtünk, azóta kerestük a lehetőséget, és részt vettünk több szervezetbe is, mert ezt szerettük volna. Viszont ezt nem kaptuk meg sehol se, sőt voltunk egy olyan szervezetben, ami nem élte meg a 2 évet. És ott kezdők voltunk, és hát nem rántott magával minket, időbe szálltunk ki, viszont ott rengeteg mindent megtanultunk, amit most is tudunk alkalmazni, de nem tudtuk azt se jól kezelni. És ez mind a most előzőleg elhangzott hálózatépítő fogalom körébe tartozott, és ugye ezt a fogalmat, mint hálózatépítő, ezt jól elrontották, szerintem szándékosan, hogy ez egy ilyen inger szó legyen. Ehelyett lehet alkalmazni más fogalmat, tehát csomorokon értelmű szó van erre, lehet továbbajánlásnak hívni, lehet csapatépítésnek hívni, csomó mindenek lehet hívni, ami szimpatikus az embernek, és ami nem bátja ki ezt az ingert. A másik, mindjárt hadlak szóhoz jutni egy kicsit, a másik dolog, ami eszembe jut, és nem akarom elfelejteni, hogy több emberrel beszélgetek, és sok ember szájából hallom, vagy leírva látom, azt, hogy nem tud azzal azonosulni, amit mesterünktől hall.
Hát ilyenkor mindig megfordul a fejembe, hogy válaszolnék neki, de nem teszem, mert mindig az egyetértés kommunikációra törekszem. Viszont most is eszembe jutott az, hogy hát amikor ott voltunk általános iskolában, és tanultuk az A betűt meg a B betűt, na most mondja valaki, ki tudott azzal azonosulni? Hát én nem. Tehát ez tök ismeretlen volt. Az teljesen ismeretlen volt az ABC, teljesen ismeretlen volt a matematika, és azzal is kellett tudni, nem hogy azonosulni, el kellett fogadni, mert egy okosabb, egy tapasztaltabb embertől tanultunk, és elfogadtuk, és tudtunk, azáltal tudtunk olvasni, vagy tudunk összeadni, számolni. Most, amit mesterünk tanít, egyszerűen csak át kell adni magunkat annak, hogy elfogadjuk, amit egy tapasztaltabb, egy sikeres ember tanít, és át akar adni azzal a maximális szeretettel, amilyen embert én még nem találtam az életbe. Most már nem valami mást is mondtam. És ezért mondom azt, hogy igen, hogy a legjobb döntés volt életemben az, hogy itt tanulok, tanulunk, és hál' Istennek most már a két szép lányunk is itt tanul. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy akit most hallod az interneten az előadást, a fentiek, ha hiszel a fentiekbe, akkor biztos lehetsz abban, hogy nem véletlenül kapcsolták be előtted a YouTube-on, vagy akárhol a videót, mert a fentiek tudják, hogy neked itt a helyed, aki most hallgatod, és mi nem vagy tanuló, csak te még nem tudod, de azt mondom, hogy próbáld ki. Azt mindig azt mondom, hogy 3 hónapra, 90 napra próbálja ki valaki ezt a képzést, ugye a pudingot is csak úgy lehet kipróbálni, megkóstoljuk, ebbe is kóstolja bele. Nincs semmi kötelezettség, tetszik, folytatod, én tudom, hogy tetszeni fog, ha nem tetszik, abba hagyod, te döntésed, próbáld ki. Úgyhogy ennyi, amit úgy szerettem volna átadni, ami úgy megragadt a fejembe, hogy egy tanítótól fogadjuk el azt, amit ő át akar adni, és majd utólag tudjuk eldönteni, tehát meg kell hozni a döntést, utólag fogjuk tudni eldönteni, hogy ez jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés. Most akiktől hallom azt, hogy nem tudok azonosulni, mert hallott egy a másfél órás előadásban majdnem 5 percet. Most az alapján senki nem tudja eldönteni. Átadom a szót. Én annyit fűznék hozzá, hogy való igaz, ezekben a hullámokban azt értük meg, hogy egyrészt ugye a kapcsolatunk rovására ment, az, hogy az anyagi sík, amikor elég mélyre húzza az embert, akkor valóban elég rossz hangulatba kerül, és ez egy elég nagy mélység volt. És utána az ember elkezdi hajtani az anyagot, aztán így vegyesen úgy látom az emberek életébe, így megy, hogy anyagot hajt, emberi kapcsolatokat hanyagol, és akkor valahol így elveszik ebbe. Közben jönnek az információk mindenfelől a média részéről, és akkor szinte az van, ehhez tudom hasonlítani, mint Ábel a rengetegben is. Vagy, és akkor most ezt csinálom, most az anyag, most a kapcsolatom, hogy most mi legyen. És igazából ez a szervezet azért csodálatos, mert a kettőt összehozza. Az, hogy rendbe tedd a fejedet, fejedben azt a gondolkodást, amit eddig nem sikerült. Mert ez letisztul. Én úgy gondolom, hogy az egész arról szól, hogy élünk a nagy szürkeségbe, és akkor élnek bennünk hatások, ezeket nem tudjuk kezelni, és igazából így gyönyörűen ebbe a 10 életterületbe letisztulnak, hogy vajon miért? Jönnek a visszacsatolások. Ugye a csapat az, hogy egymás segítik az emberek, hogy elbeszélgetnek, gyönyörűen rájönnek arra, hogy hoppá, ez itt, ezt érontottam el, vagy mit nyújt a másik egy-egy beszélgetésből. És ez a hangsúly, ez arra terelődik, hogy az egész életünk a kapcsolatokról szól. És ezt a szervezet gyönyörűen megtanítja, hogy hogyan hozd össze, hogy jól érezd magad a bőrödbe, és ezáltal a környezetedbe is mindenki jól érezze magát. És igazából ettől lesz egy boldog életünk, hogy egymásnak ezt nyújtva, erősítve ebben a válságos helyzetben ezt tudjuk nyújtani. És így jobb lesz. Mert egységben az erő. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, én úgy gondolom. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Így van, teljes mértékben egyetértek. Most a szünet után gyereknevelés 4. hónap képzésünk következik, melyen, hogyha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Aki most kezdte a tanulást, tudni kell, hogy a weboldalon át kell lépni a kék színű gombra, megnyomva, a
akkor a másik, másik oldalon tudod nézni majd a képzést. És ha úgy érzed, hogy ez nem szimpatikus neked, akkor örültünk, hogy részt vettél ezen a képzésen. Megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig akkor 30 perc szünet következik, és úgy nézem, hogy pont a fél hétkor fogunk kezdeni.